A német, a horvát, a roma és a szerb nemzetiségi önkormányzatok közös programra várták az érdeklődőket Mohácson. A rendezvény három nyelven megtartott szentmisével kezdődött a fogadalmi templomban, majd a településen élő négy nemzetiség a város főterén különféle standokon mutatkozott be a rájuk jellemző népviseletekkel, mesterségekkel, szokásokkal, ízek, illatok, kultúrák találkozása mottóval. A látogatók megismerkedhettek Kunovszki Jánossal is, aki az egyik leghíresebb mohácsi maszkfaragó. A gyerekeknek, a szakkörös gyerekeknek a busoárcait készülnek. Na most kitelepültünk, de egyébként úgy évközben van ez a szakkör, és gyerekek próbálnak tanulni, faragni. Mindenki a sajátját. De csinálhat többet is, de akkor is a sajátja lesz. Hát látszanak itt, már vannak félig készen is, olyanok, amik már ki vannak faragva, meg most, mivel most kezdtünk egyet, hát ennek az a menete, hogy hát először kifűrészeljük azokat a részeket, ami majd egyenes lesz, és akkor a többit az már faragásra megy. Elsősorban nekem édesapám szólt, hogy van lehetőség erre a szakkörre, hogy elkezdhetek járni, faragni, és igazándiból én már nagyon kiskorom óta busó vagyok, úgyhogy gondoltam, miért ne készítsek magamnak egy állarcot. Ez nekem most jelenleg a második maszkom. Hát nem is tudom, talán egy fél éve kezdtem bele, de a nyáron sok időt kihagytam a nyaralások miatt, de most újult erővel folytatom, és remélem minél előbb kész leszek vele. A mohácsi horvátok sokat népviseleti, valamint kötési, horgolási és hímzési bemutatóval is készültek. Harisnya, bütykös harisnya, először az alapot megcsinálunk, és utána teszünk rá a bütyköket. Színvilág, én amit gondolok, azt csinálom. Lényegében, hogy mondjam, fehér, fekete, barnák, ezek mennek a leginkább. Én sokat ingre készítem az új aljára ezeket a csipkéket. Sokáig. Egy olyan 3-4 nap, hogyha folyamatosan csinálom. Ezt most én találtam ki, mert ugyanazt, amit régen csináltak, azt nem tudom megcsinálni. Ja, hogy az nem megy. Az nem megy, azt próbáltam, de nem megy. Épi módon a mai technikával ezeket a régi népviseleteket nem lehet elkészíteni, csak régi anyagokból, régi minták alapján, hogy autentikus maradjon. Én hímzéssel foglalkozom, ott látható egy ing előke, ez a sokat ingnek a díszes előkéje, amit csak ünnepi alkalmakkor hordtak. Hát majd a népviselet bemutatón ugye majd tetszenek látni a teljes kollekciót, hogy miből áll az öltözet. Hát én nem olyan régóta hímzek, és azért hímzek, mert sajnos az öregek kihaltak, akik ezt csinálták, úgyhogy ezek a pozíciók is úgymond megöröklődnek. Akkor mi is az öreg korba lépünk, akkor tovább visszük a hagyományt, hogy ne halljon ki. A fiatal lányok, meg a kisfiúk, azok színes öltözéket hordtak, a lányok egész addig, amíg férhez nem mentek. Amikor férhez mentek, akkor ugye főkötőt, kapicát kaptak, abba kellett járniuk, abból tudták megkülönböztetni, hogy ki az asszony és ki a lány. Az asszonyok már kevésbé díszes ruhába jártak, többnyire fekete-fehérbe, és mikor elmúltak olyan 40-50 évesek, akkor szinte már majdnem feketébe váltott az öltözetük. Régen, most már azért nem követjük ezt a hagyományt nyilván, de a színeknek is megvolt a kultúrája, hogy mihez milyen színt. Például rikító sárgát ruházaton nem használtak. Nagyon szerették a zöldet, a kéket, a bordót, a feketét szoknyában, többnyire bársony, vagy pedig gyönyörű mintás sejemszoknyák, nehéz sejemszoknyák voltak a jellemzőek, és saját szövött anyagból készült ingeket hordtak maguknak, mert mindenki maga készítette a viseletét, aki ügyes volt, aki nem, ott összefogtak az asszonyok, és egymásnak megcsinálták. Téli estéken nem volt televízió, még rádió sem. Összeültek egy háznál, ezt akár prélónak is nevezhették, és akkor ott jókat beszélgettek. A férfiak, mit tudom én, morzsoltak, vagy hántoltak, vagy bármit csináltak. Az asszonyok meg akkor horgoltak, hímeztek, kicsit énekeltek, beszélgettek, pegykálgattak, így élték a közösségi életüket.
A nap egyik fő üzenete a nemzetiségi és vallási hovatartozás megvallásának fontossága volt. Valamilyen nemzetiségűek vagyunk, valamilyen anyanyelvűek, és valamilyen valláshoz tartozónak érezzük magunkat. Ezért fontos, hogy 10 évente, amikor megkérdezik tőlünk, akkor ezt meg is valljuk, illetve még szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez azok közé a kérdések közé tartozik, amit nem kötelező megválaszolni, és hát sokszor úgy vagyunk vele, hogy ami nem kötelező, ami fakultatív, az elmarad, de ne engedjük ezt. Ha mi magunk töltjük ki online, akkor ez a 14-es kérdés, azt hiszem, akkor ott válaszoljuk meg, ha pedig a kérdező biztos véletlenül elfelejteni, föltenni a kérdést, akkor hívjuk fel a figyelmét rá, hogy szeretnénk megvallani, hogy mi ehhez és ehhez a nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat, és ilyen vallásúak vagyunk. És amit nagyon szeretnék mondani a magyarországi nemzetiségeknek, hogy ne érezzék ezt a magyar haza elárulásának, hogyha a nyelvüket megvallják, mert attól még Magyarország, ami hazánk, itt születtünk, itt élünk, de nem tagadhatjuk meg az anyanyelvünket. Ha az anyám, apám horvát, akkor én nem mondhatom azt, hogy én magyar vagyok, hiszen 5 éves korom még magyar nyelvű, mert 5 éves koromig csak horvátul beszéltem. Tehát én erre biztatnám a Magyarországon élő nemzetiségiket és a keresztényeket, hogy valljuk meg, hogy hova tartozunk, és legyünk büszkék a nyelvünkre és a hitünkre is. Az eseményről nem maradhatott el a gasztronómia sem. Minden nemzetiség hagyományos ételekkel készült. A rendezvény érdekessége volt, hogy nem csak az idősebbek, hanem a fiatalabb generáció képviselői közül is többen népviseletben érkeztek a fesztiválra.